Japán babák, festészeti tendenciák, nagyértékű történelmi erekék, rendhagyó interaktív tárlatvezetések. Csak néhány példa azok közül, amelyekkel a Debrecenbe látogatók találkozhatnak a múzeumok éjszakáján. A város az országos rendezvénysorozat kiemelt helyszíne lesz ebben az évben, a kiállítóhelyek már javában készülnek a nagy napra. Ez egy nyári pamut kimono, Yukatának hívják. Pamutból van, és főleg nyáron hordják a japánok. Japán kultúra is költözik a debreceni Déri Múzeumba június 24-én a múzeumok éjszakáján. A baba kiállításon keresztül az érdeklődők a távol-keleti nép öltözködési szokásait is megismerhetik, sőt egyes ruhadarabokat fel is lehet majd próbálni. Az öltözködés nagyon sokat mond az illetőről, ezért nagyon hangsúlyosan jelen a Japánban, hogy ki éppen milyen ruhát visel, milyen alkalommal, sokkal jobban odafigyelnek a megjelenésre szerintem, mint mi nálunk Európában, ha mondhatok ilyet. A kimono és a yukata még mai napig is megjelenik a japán kultúrában. Ezen a kiállítóhelyen zseblámpás felfedező túra is lesz majd egy egyiptomi sírkamrában, és történelmi szenzációként Magyarországra érkezik a bocskai díszbuzogány is. Erdélyi fejedelmeknek az egyik legfontosabb regáliája az úgynevezett fejedelmi bot vagy díszbuzogány volt. Bocskai ráadásul 1000 szállal kötődik Debrecenhez, a reformációhoz, így kiemelt jelentőséggel bír számunkra ez a tárgy. Arról nem is beszélve, hogy több mint egy évszázada ezt biztosan nem láthatta senki Magyarországon. A modem egy nagy meglepetéssel is készül, kifejezetten erre az éjszakára. Az erotika művészeként is emlegetett Rodin Csók című bronzszobrát Debrecenben még soha nem állították ki. A múzeum emellett grafikai kiállítást is bemutat. Itt tulajdonképpen a képzőművészetben egy már nagyon régóta ismert eljárást látunk grafikai nyomat formájában megvalósítani. A krakkói nemzetközi grafikai triennálé gyűjteményéből érkező művekről mesél a modern vezető kurátora. A Nagy Felbontás című kiállításon a világ egyik legfontosabb grafikai eseményének díjazottai közül válogattak az elmúlt 50 évből. Mind műfajában, mind földrajzi lefedettségében, tehát minden kontinensről találunk művészeket, mind formavilágában egy nagyon-nagyon sokszínű válogatás, ami grafikában egy kifejezetten unikális dolognak számít. A reformáció 500. évfordulójához kötődően a debreceni nagy templomban is számos programot tartanak. A látogatók kisétálhatnak két tornyának panoráma járdájára, de látható lesz az eredeti Vizsói Biblia egy példánya és Kossuth Lajos tárgyai is. A református kollégiumban pedig protestáns gondolkodók életébe lehet bepillantani. Főleg olyan tárgyak vannak, amelyekkel ritkán találkozhatnak érdeklődők, tehát akár egy 16. századi pergament, vagy 18. századi kísérleti eszköz, mert ugye természettudósok is üzennek nekünk, vagy Szabó Magda ékszerei sem minden nap látható tárgyak, és hát itt tulajdonképpen ez adja a kiállítás érdekességét. A kulturális programok mellett városnézést és kikapcsolódást is kínál Debrecen, és a sportolni szeretők sem maradnak lehetőséget nélkül. A nagyerdei víztoronyban például falmászást lehet majd kipróbálni. Valamennyi kiállítóhelyen helyet kapnak majd a társművészetek is. Eljön Eszenyi Enikő és Old Tamás színművész, az együttesek közül pedig fellép a zsagár is, így a könnyedebb programokra vágyók is találnak érdekességeket. A múzeumok éjszakájának összes debreceni és országos rendezvénye megtekinthető a rendezvénysorozat programfüzetében és a muzei.hu-n, a rendezvény hivatalos honlapján is.